A nyíregyházi Zrínyi Ilona gimnáziumtól hosszú út vezetett a Halhatatlanok társulatáig. A hosszú úton számos film és színpadi szerep, rendezés, előadói esélyezi Pécsi Illikó pályáját. A színművész a Móri Zsigmond Színház műsorában ez alkalommal osztálytársaival emlékezett a gimnázium évekre, tanáraikra, felidézve a régi nyíregyházához kötődő emlékeket. Pécsi Illikó örömmel vállalta el a teátrum igazgatójának felkérését. Szerinte egy ilyen találkozás a közönséggel nem jelent kisebb izgalmat, mint egy-egy premier. Úgy van ezzel az ember, ezzel meg különösen, hogy olyan nekem, miután az osztálytársaim elfogadták a meghívásomat, miután ez egy külön druk, miután az, hogy megbeszéltük, hogy hogy vagy az az egész dolog. Szóval egyszerűen egy olyan, mintha egy színházi bemutató lenne, különleges, és drukkolok is nagyon, pedig nem nagyon szoktam drukkolni. A hölgyek a régi történetek elmesélése mellett az egykori díva legnagyobb színpadi és filmsikereit is gyakran emlegették. A műsorban a művésznő kedves dalai, versei is elhangzottak. Szűcs Lajos, aki feleségét elkísérte Nyíregyházára, Slanger András kérdéseire idézte fel sportkarrierje izgalmas pillanatait. A színház további terefelélős esteket is tervez majd. Én bízom benne, hogy ebből egy sorozat lesz, de nyilvánvalóan ez az első alkalom, és mindannyian izgulunk, hogy fogadja a közönség. Én azt gondolom, és bízom benne, hogy nagyon fogják szeretni, és amennyiben ez így lesz, akkor egy hosszabb sorozatot szándékozunk, tehát két havonta szeretnénk egy újabb epizóddal, de mondom, ez attól függ, hogy milyenek lesznek az igények. Én nagyon hiszek benne, és azt gondolom, hogy egy színházban nagyon fontos, hogy ne csak hagyományos színház legyen, hanem mindenféle egyéb ilyen ínyentségek vagy különlegességek is. A tervek szerint az idei évadban megyei születésű hírességekkel beszélget majd Pécsi Illikó, aki a Terefere házi asszonyaként örömmel tér vissza ifjúsága színhelyére. Nekem mindig